Több száz embernek nyújtott már segítséget, 150 véradást tudhat maga mögött a székesfehérvári Németh Béla. A szerdai nap pedig különleges alkalom is volt az életében, hiszen pont 50 éve volt első véradó. Az első alkalommal természetes, hogy mindenkiben van egy kis félelemérzés, egy kis visszatartó erő, de mielőtt az elsőn túl van, akkor rájön arra, hogy ez egy testi és egy lelki megnyugvás is egyben. Egyszerűen azért, hogy azzal a tudattal, hogy lehet, hogy ezzel a véradással valakinek segíthettem, vagy segítettem, és lehet, hogy éppen az egy kisgyerek, úgyhogy ez egy nagyon megnyugtató érzés. Ezzel együtt pedig a saját egészségéért is sokat tehet az, aki rendszeresen ad vért, hiszen a véradást kötelező szűrővizsgálatok előzik meg, így időben tudomást lehet szerezni az esetlegesen fennálló betegségről, hangsúlyozta a szervező. A mi célunk egyébként az, hogy generációkon átívelő, népszerű véradásokat szervezünk, és az egészen a 18-tól a 65 éves korig mindenkit belevonjunk a véradás folyamatába. A Táncsis Mihály általános iskolába szervezett véradásra az intézmény tanulói toborozták a véradókat, a legsikeresebb osztályokat pedig a Magyar Vöröskereszt munkatársai apró ajándékokkal jutalmazták. A segítő szándékúaknak decemberben is számos lehetőségük lesz vért adni, amelynek időpontjairól és helyszíneiről a Magyar Vöröskereszt honlapján tájékozódhatnak.